101 évvel ezelőtt, november 11-én teremtődött meg 193 év után újra a lengyel állam. És ugye ez az ország, amelyik Magyarország mindig jó barátságban volt. Talán még emlékeznek rá, hogy volt egy olyan korszak Magyarországon, amikor elég nehéz volt útlevélhez jutni. Még ugye volt ez a piros útlevél, meg kék útlevél. Piros útlevéllel egy kicsit könnyebben lehetett utazni a szocialista országokba. Aztán volt ugye a Szovjetunióban semmilyen útlevéllel nem lehetett menni, csak ilyen csoportos biztonsági utazással. Viszont van egy eset, amikor valaki Chopin útlevelet kapott, és Chopin útlevéllel járja a világot. Hogy lehet ilyen Chopin útlevelet szerezni? Azt el tudom mesélni, ha rákérdeztél volna, hogy milyen színű, azt nem tudom, mert ugye én ezt nem látom, de olyan sötét. Na jó, de igazából minket nem a színe érdekel, hanem hogy hogyan lehet Chopin útlevélhez hozzájutni, mert ugye nekünk még annak idején volt a hosszú sorbaállás, meg hogy jött az önkiutazása, a magyar népköztársaságnak nem érdeke, vagy ellentétben áll és kész, akkor viszlát, aztán utazhattunk haza. A Chopin útlevelet pont ebben a teremben vettem át, a lengyel nagykövettől és polgármester úr jelenlétében. Meglepődtem, mert nem tudtam róla egyébként. Az a útlevél lényege, hogy 32 muzsikust választottak a Chopin évben a világon, akik tevékenyen részt vettek a Chopin év megszervezésében, illetve fellépőként és meghívottként Chopin műveket autentikus módon játszottak, és ebbe a 32-be én is bekerültem. Ennek a Chopin útlevélnek a belső oldalán, ez teljesen olyan, mint egy hivatalos útlevél, ott van benne a fényképem, az adataim, és a citizenship, tehát a állampolgárságra művész. Mintha liszt töltötte volna ki, mert körülbelül ugye, amikor tudják, mikor liszt is ugye bejelenti magát, akkor körülbelül ilyen válaszokat ad. Valószínűleg egyébként ez de az ötlet nagyon szép, és nagyon azt hiszem, hogy tényleg aki ilyet kaphatott, az annyi fajta díj van, de ez egy olyan díj, vagy egy olyan megtisztelő státusz, aminek egyébként valljuk be, tehát nincs, hogy is mondjam, csak hivatalos ilyen státusz, hogy művész, de azért a gesztus meg egyáltalán az egész. Hogy de mondd el, hogy ezzel ugyanúgy mehetsz külföldre. Igen, ez diplomata útlevél. Egy feltétel van hozzá. Mi az a feltétel? Hogy Chopint kell játsza. Igen, de valóban... Ezért nem tudja nekem kölcsön adni a útlevelet. Igen, de szóval mondom, ez egy hivatalos okmánynak minősül, és utazhatok vele. Létezik olyan, hogy van neked kedvenc Chopin műved? Nem, nincs. Na hát gondoltam, de Lisztnek szerinted melyik volt a kedvenc Chopin műve? Tehát amit azt mondta, hogy ő ezt szívesen játssza, vagy esetleg még így is volt rá, hogy ezt miért nem én írtam. A forradalmi etüdöt igen, azt játszotta, nagyon sok prelüdöt játszott Liszt. Ebben tartotta talán a legnagyobbnak Chopint, ezekben az egy másfél perces művekben. Hát játsszál már egy ilyen másfél perces művet, legalább egyet, vagy még ötöt. Thank you.
megálltam egy pillanatra, és elmondom, hogy mi történt. Ezért jók ezek a szalonok. Ugye itt kerestem a hangokat, az utolsó, ennyi a prelűd, tehát 1 perc, 6 másodperc. Én hány éves voltam? 9-10, talán ennyi. Amikor én ezt megtanultam, édesanyám egyik kedves prelüdje, ő megkért, hogy ezt tanuljam meg, mert neki annyira tetszik, megtanultam. Ezzel még nem volt gond. Ezzel sem volt gond. Ezzel. Hát ez még felnőtt kéznek is nagy akkord. De én ezt nem értem el. És én most játszottam itt, és elértem, és eszembe jutott az a pillanat, amikor ugye eljátszom, és hát finoman szólva is izgulok, hogy fogom én ezt az akkordot eljátszani. Más kérdés, hogy ugye néhai nagyapám átírta ezt nekem, tehát én az átiratot játszottam, de tudtam, hogy én ezt meg fogom próbálni, és nem sikerült, nyilvánvalóan nem értem el. Na most én itt játszom önöknek, és hát, és elérem, és mi történt? És azért ugye ott kerestem a következő hangot, hogy most mi történt, mert egy pillanat alatt átvillant rajtam vagy a fejemben egy 40 évvel ezelőtti történet, hogy én ott próbálkozom, és szeretném úgy játszani, hogy a kottában van, nem fogom tudni eljátszani, mert kicsi a kezem még. Hát mindegy, szóval most már el tudom játszani.